Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, meg tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Valaki mondta, megjött. Jól esik, hát mondom, az jó, ha jól esik. Jó, szóval azon kívül, hogy milyen időjárás van, azon kívül. Hogy látjátok a jövőt az emberek számára? Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, hogy esetleg a jövő szempontjából az, amivel foglalkozunk, azt a mennyire befolyásolja. Jó? Nézzük. Coach képzéseink vannak, hogy tudást juttassunk el az emberek számára, olyan tudást, ami az ember és az élet működéséhez szükséges. De ez nem csak tudás, hanem olyan tudás, ami használható, tehát ami azt jelenti, hogy ha az ember mondjuk A-ban van, akkor ugye vannak olyan módszereink, ami révén el tud jutni B-be. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy nem jó helyen vagy A-ban és B-ben kellene lenned, hanem azt is mondjuk, hogy hogyan jusson oda az ember, miért kellene oda jutni. Hát egy olyan világot élünk, ahol az emberek tele vannak problémával, és nem csökken a problémák száma, hanem nő a problémák száma. És hát ez azt jelenti, hogy ha az embernek nincsenek probléma megoldó képességei, hát a probléma megoldó képességeket azt nem örököljük, azt nem, mit tudom én, hozzuk születésünktől fogva, azt tanulni kell. És ugye egy kérdés van, hogy vajon egy ember képes-e arra, illetve mondanám azt, hogy nem képes, hanem akar-e tanulni, fejlődni annak érdekében, hogy a problémákat megelőzze, vagy megoldja, az élethelyzeteit helyesen kezelje, és képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni. Sok ember azt gondolja, hogy ő ugyan képes arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen, mert hát bizonyos területeken jól érzi magát a bőrében, de más területeken nem. Tehát mondok példát, én ismerek olyan volt barátomat, aki fölnevelt két lányt, mind a kettő felnőtt lett, és mind a kettő külföldön él. Ők meg természetesen itthon élnek, és ugye akkor látják egymást igazából úgy, hogy meg is tudják egymást érinteni. Hát hogyha vagy ők hazajönnek, vagy ugye a szülők kimennek. És nekem nem mondja senki se, hogyha mondjuk az embernek van egy-két gyereke, mert ugye én tapasztaltam olyat, hogy édesanyámnak 7 testvére volt, és ugye ő lakott a legmesszebb a szülői háztól, de hát még volt ott 5, miért 5? 5? Nem, 6. Volt rajta kívül még 6, aki ott lakott a környéken, abból 5 a faluban. Érted? Mármint úgy értve, hogy a szülői környezetében. És ezáltal ugye a nagyapám az rendszeresen találkozott a gyerekeivel, mert hát mondom, az egyből vagy a 8-ból az 5 ott lakott közvetlen környékén, egy meg éppen vele a fia meg a menye. De lényeg az, hogy ugye anyu volt legtávolibb, meg még egy testvére volt, amelyik utána később Pestre költözött. Ezt most miért mondom? Mert ha az embernek van mondjuk 8 gyereke, és abból 1-2 távol van,
hát még attól van közelben bőven, mint amit én láttam. De ha van az embernek két gyereke, és az a két gyerek mind távol van, hát akkor lehet, hogy ott van hiányérzet. Érted? Mert gyakorlatilag az összes gyereke ott hagyta őt. És ha az embernek egy gyereke van, és az egy gyerek lakik távol, hát akkor is az összes gyereke hagyta ott. Tehát most gondold végig, egyáltalán nem mindegy az, hogy a környékeden éle a gyereked, vagy nem él a gyereked. Na most nekem nem mondja senki azt, hogyha valakitől, mit tudom én, több ezer kilométer távolságra, vagy akár ezer kilométer távolságra lakik a gyereke, hogy akkor az szívből örül és repes attól, hogy milyen messze lakik. És nem úgy, hogy kiment dolgozni, hanem úgy, hogy gyakorlatilag kiköltözött, érted? Régi magyar nyelv szerint diszidált. Oké, hát most nem így hívják, de hát ha valaki kiköltözik és kint lakik, tehát nem csak úgy, hogy ugye régen is volt olyan, hogy jó, a szocializmusban nem, de azelőtt volt olyan, hogy kimentek emberek dolgozni, azt utána hazajöttek. De hát most gondoljátok végig, hogyha valaki fogja és kiköltözik és nem tér haza, csak látogatóba, hát akkor azt régen úgy hívták, hogy diszidált. Tehát ha tetszik, ha nem, akkor is így hívták. És ez úgy működik, hogyha egy férfi megy ki dolgozni, akkor a férfiak általában hazajönnek és hazahozzák a feleségüket, általában, nem mindig, de általában. De ha egy nő megy ki dolgozni egyedül, és ott kint talál férfit magának, tehát párt magának, azoknak az esetek túlnyomó többségében az van, hogy nem jönnek haza. Tehát magyarul kimaradnak. Tehát én nekem például a lányom lett volna, én nem biztos, hogy nem örültem volna annak, hogy a lányom az kimegy dolgozni. De mi annak se örültünk volna, hogy a fiaink kimennek dolgozni, ezért semmilyen ilyen jellegű támogatást nem nyújtottunk a gyerekeinknek, ezért itthon maradtak. Tehát én például úgy indultam el az életben, hogy én közel akartam lakni a szüleimhez. Ezért ugye egy kilométeren belül laktam a szüleimtől. Tehát én nem akartam tőlük messze elköltözni. Ami azt jelenti, hogy a kerületen belül laktam én is, meg a szüleim is. A gyerekeim, az egyik az éppen ma kapja meg a kulcsot, most fél hétkor, és 600 méterre lakik majd tőlünk, a másik gyerekünk meg másfél kilométerre lakik tőlünk. És ez jó, mert hát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag akkor találkozunk, mikor akarunk. Tehát nem kell ahhoz különösebb, mint olyan programot szervezni, hogy mint például ugye a anyósoméknál, akik csak nem 50 kilométerre laktunk tőlük. Ugye azt gondolják emberek, de hát már van technika is, és hát ugye lehet Skype-on, meg Messengeren, meg stb. Látni egymást, de azért az nem olyan, mint mikor az ember meg tudja a másikat ölelni. Tehát közel nem olyan. De azt gondolják emberek, hogy az helyettesít. Én meg tudom, hogy nem. Szóval lényeg az, hogy ezt miért mondom, mert az embernek nem egy-két területe van az életében, hanem van 10 terület, és ha 10 területből bármi olyan van, ami hát nem idéz elő jó érzést az embernek saját magában, akkor ez azt jelenti, hogy az az illető lehet, hogy az egója kifelé azt fogja mondani, hogy ő hú, milyen boldog, de ki van csukva, ki van csukva. Tehát akkor tud az ember boldog lenni, hogyha ez a 10 terület rendben van, és ha egy szülő jó nevelte a gyerekét,
akkor az a gyerek nem fog, mit tudom én, több ezer kilométerre költözni, úgy, hogy nem is akar hazajönni. Így van, mert gyakorlatilag erről azt mondanám, hogy a gyerekek elmenekültek otthonról. És ugye nem most költöztek ki, tehát a két lány az majdnem egyidős, ugye az én két fiammal, tehát két évvel fiatalabbak, vagy valahogy így, két vagy három évvel fiatalabb mind a két lány, mint az én két fiam. És már nem most költöztek ki, hanem már régebben. És azért nagyon érdekes, hogy például a volt barátom az egy ilyen nyugatimádó volt. Tehát én soha nem voltam nyugatimádó, ő nagyon. Tehát bármit vettek, akkor csak a nyugati jó volt jó, semmi más. Érted? Tehát ilyen teljesen nyugatimádó volt. És imádtak Olaszországba menni. Az egyik lány hova költözött? Olaszországba, és ott él kint. Oké? Tehát gyakorlatilag, hát a mi gyerekeink nemrég költöztek el, és éppen tudjátok, mit mondott a nejem? Azt mondta, hogy ő kiélvezte a gyerekeit. Érted? Tehát mint szülő kiélvezte a gyerekeit. És például sokkal inkább kiélvezte, mint például az ő édesanyja. És hát gondold végig, abból a szempontból sem mindegy, hogy hol lakik a gyerek, hogyha mondjuk lesz unoka. Azért a nagyszülők azért eléggé szoktak rajongani az unokákért, nem? Aki már nagyszülő, azt tudja. Aki még nem, az legfeljebb emlékezhet arra, hogy ő érte mennyire rajongtak a nagyszülők. Hát én értem például, igen. Tehát én ismertem ezt az érzést, hogy milyen nagyszülőnek lenni, nem mintha én lettem volna nagyszülő, hanem én azt élveztem, hogy milyen unokának lenni. És én például élveztem azt, hogy három generációs családban nőttem föl. És jó, nem végig, mert csak 6,5 éves koromtól volt a három generációs család, de igazából azért jó, mert onnantól kezdve már mindenre emlékszik az ember. És én emlékszem arra, hogy milyen jó volt, hogy nekem a nagyszüleim ott laktak egy udvaron belül. És ugye én emlékszem arra is, hogy milyen jó volt, mikor ugye a gyerekeink kicsik voltak, és a nagyszülők nem voltak messze. És rájuk lehetett például bízni a gyereket, és lehettünk kettőnkért, érted? Tehát kettőnkért. Tehát egy párnak nem csak a gyerekei vannak, hanem ha kicsik a gyerekek akkor is, hanem kell, hogy legyenek ketten is együtt. Ugyanis nem a gyerekekkel akarja az ember leélni az életét, hanem a párjával. És az erősíti a párkapcsolatot, ha a kettő egymásnak a legfontosabb, és másodszorban fontos a gyerek. Érted? Meg szoktam kérdezni azoknál a családoknál, akikkel coachingolom, ugye általában párkapcsolati dolog miatt coachingolom, hogy ha nem tanulnak itt, akkor ugye könnyű, vagy még ezt nem tanulták, amit most fogok mondani, akkor ugye könnyű rá a válasz, de ha tanulták, vagyis ha nehéz rá a válasz, tehát nem könnyű a válasz, de ha tanulták, akkor könnyű a válasz, mert mindig ugye megkérdezem, hogy ki a legfontosabb másik személy számodra. És akkor akinek van gyereke, mindig azt mondja, hogy gyerek. Legalábbis az esetek túlnyomó többségében. És akkor ugye megkérdezem is, kivel akarod leélni majd az életedet, a gyerekeddel, vagy a pároddal.
Aha, és akkor miért nem a párod a legfontosabb személy? Hm? Tehát például megkérdezem egy nőtől, akkor ugye, mert azt is meg lehetne kérdezni, hogy és a gyereket fog rólad, a gyereket fog, fogja a családot fenntartani? Nem a férjednek a feladata? Tehát nem a férjed tartja el a családot? Vagy kellene, hogy ha más nem, akkor is, hogy minimum az, hogy többet keressen, és ezáltal meglegyen az anyagi biztonság? És a gyerek megadja az anyagi biztonságot? Melyik gyerek adja meg egy családnak az anyagi biztonságot? Hogy rakjuk már helyre ezt a dolgot. Csak úgy eszembe jutott ez a kérdés. Akkor talán nem az lenne egy nőnek a legfontosabb, hogy mivel a párja nyújtja az anyagi biztonságot a családnak, vagy a biztonságot a családnak, akkor az legyen a legfontosabb. Vagy fordítva, ugye megkérdezzük a férfit, a férfi is azt mondja, hogy a gyerek a legfontosabb, és nem a feleségének kellene a legfontosabb lenni, aki gondoskodik róla. A gyereke fog róla gondoskodni azokban az években, mikor a gyerekét neveli? Ki van csukva? Tehát akkor talán nem az kellene, hogy a legfontosabb személy legyen, aki gondoskodik róla. Hm? És ha te ezt rosszul csináltad, mi nem csináltuk ezt rosszul a nejemmel, de ha te ezt rosszul csináltad, hát akkor el kellene rajta gondolkodni, jó? És ugye az a baj, hogy egy szülő nagyon köti hozzá magát a gyerekhez, azt úgy hívják, hogy majom szeretet, és azt kapja, mint amit például a legtöbb szülő kap, hogy a gyerekek mikor felnőnek, akik ilyen majom szeretettel szerettek, felnőnek és faképnél hagyják a szüleiket, ezt úgy értve, hogy elköltöznek jó messzire, érted? Tehát a világ másik felére. Oké? Cserébe! Azért, mert majom szeretettel szerették. Oké? Tehát mi rendszeresen megcsináltuk azt, hogy a nagyszülőknél voltak a gyerekek napokat, heteket, és ezt először olyan egy éves kortól csináltuk, egy éves kortól, és tudod, milyen jól tud a két gyerek alkalmazkodni? Oké? És tudod, milyen jól tudod kommunikálni bármilyen felnőttel? És nem féltek a felnőttektől egyik se. Egyik se félt a felnőttektől. És tudod, mit mondtak utána a rokonok? Hogy milyen jól lettek ezek a gyerekek nevelve. Érted? És például voltak nálunk vendégségekben három unokatestvérem, 6 év korkülönbség van a két gyerek között, volt nálunk a három unokatestvér, ott voltak egy jó pár napig, és megkérdezte az egyik unokatestvérem az egyik fiamtól, hogy szoktatok veszekedni? Azt mondták, hogy nem. És veszekedtettek már valaha? Nem. Érted? Na, ilyen családot mutassatok, hogy a két fiú, mit tudom én, ez volt hány évvel ezelőtt? Vagy 6 évvel, 7 évvel ezelőtt? Az azt jelenti, hogy a kicsi volt akkor olyan 21-20 körülbelül, a nagy pedig 6-tal több, és sose vezekedtek, érted? Sose. Tehát az első vita, nem veszekedés, a vita, tudod mikor volt? Amikor mind a kettőnek lett párja. Tehát ami azt jelenti, hogy nem maguktól lett, hanem párjuk miatt. Harmadik tér. Így van, pontosan. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy mikor már mind a kettőnek lett párja, akkor lett vita. Mondom, veszekedés, nem csak vita. Szóval a lényeg, hogy tehát olyan vita, hogy hangos szóig fajult a dolog. Jó? Tehát
Ezt most miért mondom? Tehát azért mondom, mert itt van 10 terület, és az emberek azt gondolják, hogy ezeken a területeken rendben vannak. Hát ha bármelyik nem úgy működik, ahogy szeretnéd, akkor te azon a területen nem vagy rendben. Oké? És akkor van egy csomó olyan ember, akinek ez kiesett például. Vagy ki van esve. Ki van esve. Még az illetőnek nem nyílt ki a szeme. Ugye ez általában a harmadik szem, amit nem tudom, tudjátok-e, hogyha valakinek katolikus vallása van, ahol keresztelnek, ugye római, görög, katolikus, stb. Stb., ahol keresztelnek, ahol kereszt van, és a kereszteléskor a pap lecsukja a harmadik szemet. Érted? Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve az a fajta látás, ami az öt érzéken felüli, túli, öt további érzékelés, le van csukva. Oké? És az embereknek, tehát az emberek úgy nőnek föl, hogy gyakorlatilag hiányzik az az érzékelés, ami ahhoz kellene, hogy az embernek van 12 érzékszerve, nem 5, 12, és azzal, amit a pap csinál, azt a hetet lezárja. Érted? Azt a hetet. Tehát lényeg az, hogy az emberek azt tanulják, hogy van öt érzékszervük, hát nagy tévedésben élnek. Nagyon nagy tévedésben. Hát gondold végig, az öt érzékszerv még a fele sincs a 12-nek. Még a fele sincs. És itt van ez a terület. Ez azt jelenti, hogy ez úgy működhet, mint ez a másik terület. Hát tudom, hogy van hatóság, tehát itt is mondhatja az ember, hogy tudom, hogy van Isten, hát de mit kezdjek vele? Tudom, hogy vannak hatóságok, de mit kezdjek vele? Hála Istennek nem kell velük kezdeni semmi. Oké? De ha ne adj Isten, kellene kezdened, akkor mit tennél mondjuk ezzel? Mit tennél? Ha ne adj Isten, kellene kezdeni. Tehát hol tanítottak azon kívül, hogy jogi egyetem, azon kívül, hol tanítják az embereket arra, hogy ha valamilyen jogi ügyet támad, akkor mit tegyen? A jogi egyetemen kívül. De jogi ügye nem csak azoknak van, akik a jogi egyetemen tanultak. Mert ha csak azoknak lennének, akkor nem lenne semmi dolguk azoknak, akik jogi egyetemen tanultak. Érted? Tehát az ember nem úgy működik, hogy hát jó, hát van egy terület, de hát tudás minek arra a területre? Aha, és ha olyan helyzet van, akkor mit csinálsz? Mit csinálsz? Mennyire tudod például értelmezni a jogszabályokat? Mennyire? Én tudom, pedig nem jogi egyetemen tanultam, és mégis tudom. És nem tudnak olyat fogalmazni a jogi nyelven, amit ne tudnák megérteni. Illetve ne tudnék megérteni. Szóval lényeg az, hogy itt vannak ezek a területek, hogy például itt van a munka. Na, ez egy jó téma. Szabadnak érzed magad a munkádban?
Hát az azt jelenti, hogy nem érzed szabadnak a munkádban magadat. Például mondjuk szabadságra akarsz menni, és el kell kérezkedni. Hát mi vagy te gyerek, hogy el kell kérezkedni? Hát én nekem a szüleimtől, ha elmentem otthonról, el kellett kérezkednem. Tehát nem mehettem csak úgy el. Gyerekkoromban. Felnőttként már mehettem, de gyerekkoromban nem. Úgyhogy ez a normális, hogy egy gyerek, ha el akar valahova menni, akkor elkérezkedik a szüleitől. Lehet, hogy már nem divat ez, de most gondold végig, ha mi vagy te gyerek, hogy el kell kérezkedned? Sőt, van egy olyan munkahely, vannak olyan munkahelyek is, ahol még pisilésre is el kell kérezkedni, vagy tehát WC-re is el kell kérezkedni. Ha mi vagy te? Érted? Ha mi vagy te gyerek? Ha gondolkozz már. Hát egy felnőtt embernek nem kell engedélyt kérni arra, hogy WC-re kell menni. Egy felnőtt embernek nem kell engedélyt kérni arra, hogy szabadságra menjen. Vagy engedélyt kell kérni? Hát az azt jelenti, hogy neked nagyon nagy gondjaid vannak a munkáddal, ha neked engedélyt kell kérni ahhoz, hogy elmehess szabadságra. Gondold végig. Ja, hát mert a szüleidnek is kellett, ezért neked is kell. Hát kinek az életét éled, a szüleidét vagy magadét? Ja, mert a párodnak is kell. Hát kinek az életét éled, a magadét vagy a párodét? Hm? Ja, mert a szomszédnak is kell engedélyt kérni, hogy elmenjen szabadságra, és kinek az életét éled, a szomszédét vagy magadét? És miért nem teszel azért, hogy olyan munkád legyen, ahol nem kell elkérezkedni, ahol az történik, amit te akarsz. Érted? Ja, mert ahhoz döntéseket kell hozni. Ja, mert ahhoz gondolkodni kellene. Ja, mert ahhoz tudásra lenne szükség. Ha is miért nem tanulsz? Hm? Miért nem tanulsz? Hát gondolkozz már, el akarsz menni szabadságra, és engedélyt kell kérni. Röhely! Érted? Röhely! Tudod, mikor fejeztem be ezt? 93-ban. Tudod azt, hogy engedélyt kérjek, ha én szabadságra akarok menni? 93-ban. Számolt ki hány éve? Csak nem 30. 29. 29 éve én nem kérek engedélyt. De sokáig adtam engedélyt. Érted? Tehát tőlem kértek engedélyt. Ahhoz, hogy mehessenek Szabira. Szóval gondold végig, melyik a jobb? Hogyha tőled kérnek engedélyt, hogy mehessenek Szabira, vagy az a jobb, hogyha te kérsz engedélyt, hogy mehess Szabira. Melyik a jobb? Ja, és rendben van az életed. Aha, persze. Rendben van, engedélyt kell kérni, ha Szabira akarsz menni. Hú, de rendben van. Jó? Most gondold végig, nézzük, ezt a kettőt vonjuk össze. Nem, ezt a hármat. Ezt. Pénz, munkát, önmagad. Egy olyan világban élünk, ahol nem tudom, észleled-e. Hát én már megéltem, egy felnőttként megéltem egy olyan időszakot, ez 93 környéke volt, amikor 36%-os infláció volt. Emlékeztek, akik az én korosztályom? Tehát akkor volt egy év, ahol 36%-os infláció volt. Na most, de nem volt olyan áremelkedés, mint most. Stim? Emlékeztek rá? A 90-es évek első felében erre az inflációra, nem gyerekek, tehát nem akik gyerekek voltak, mert azok nem emlékeznek arra, akik felnőttek voltak. És arra is emlékszünk, hogy milyen áremelések voltak. Most nagyobb áremelések vannak. Most nagyobb, mint akkor. És mit vallanak be? 8,5%-os inflációt. Érted? Akkor bevallták a szocializmusban, ugye, amikor nem lehetett kimondani dolgokat, mert azt tanultad, hogy nem lehet kimondani dolgokat, akkor bevallották a 36%-ot, érted? Most a nagy demokráciában
8,5%-ot vallanak be, akkor, amikor kisebb áremelések voltak akkor, mint most. Érted? És akkor, ha megnézzük az inflációt, akkor ez azt jelenti, hogy ha akkor 36%-os infláció volt, de tudod, mit csináltak? Az inflációhoz hozzáemelték az alapkamatot, ezáltal a banki kamatokat is hozzáemelték. Most rendeletben van szabályozva, csak hogy tudjad, hogy nem emelhetik fel a bankok a kamatot, és nem emelheti fel a, csak úgy a, az MNB a kamatot, érted? És ez rendeletben van szabályozva. Tehát ami annyit jelent, hogy ugye ennek van egy előnye is, mert ha a banki kamatok alacsonyak, tehát amit betett pénzért kapnál, akkor a hitelkamatok sem lehetnek túl magasak. Mert ugye akkor úgy volt, hogy ha a banki kamat 36%, akkor a hitelkamat is a körül van, illetve a felett egy kicsivel. Érted? És akkor olyan hitelkamatok voltak. Ezt tudod miért? Hogy vegyetek fel hitelt! Érted? Miért? Mert az egész Nyugat-Európa el van adósodva, de Kelet-Európa még nem eléggé. Érted? Kelet-Közép-Európa még nem eléggé van eladósodva. Hát a volt szocialista országokban élők, azok még nincsenek annyira eladósodva, mint a nyugatiak. És ezért törekednek arra, hogy a keletiek is eladósodjanak. Ha kell, ilyen átveréssel, hogy direkt nem emelik az inflációhoz föl a kamatokat, azért, hogy az emberek továbbra is vegyék föl a hiteleket. Mert azt mondják, hát most olyan 10%, 8-10% körül, inkább 10% körül vannak már a hitelkamatok. Hát az még mindig milyen jó. Aha. De az én emlékszem arra, mennyivel jobb volt a 3%-os kamat. Oké? Okay? Például a szocializmusban. De ott 3%-os kamatra kaptunk hitelt. Na szóval a lényeg az, hogy összevonva ezt a hármat, gondold végig. Itt él ugye a tanulók nagy része, 4/5 durván az Magyarországon élő. 1/5 az valamivel több talán már, mint 1/5, de az nem Magyarországon élő. Na most ebből kifolyólag ugye elsősorban most azoknak mondom, akik Magyarországon élnek. Van egy euró, van egy dollár, vagy egy svájci frank. Te nézted, hogy a forintod mennyit romlott ezekhez képest? Figyeled, hogy mennyi volt a dollár? Figyeled, hogy mennyi volt az euró, vagy a svájci frank? Még ezelőtt mondjuk 3 évvel. És most mennyi? Ez azt jelenti, hogy van egy általános pénzromlás a világban. Ez tény. Gyakorlatilag mióta ugye kivették az aranyfedezetet a pénzekből, tehát már nem, a pénzeknek nincs aranyfedezetük, azóta minden pénz inflálódik. Tehát nincs olyan pénz, ami ne inflálódna. Lehet, hogy egy évben nem inflálódik, akkor majd a következőben, mindegy, de 5-10-15-20 éves intervallumban gyönyörűen lehet látni, meg tudom mutatni nektek, gyönyörűen lehet látni, hogy mennyit romlottak a valuták. Oké? Okay? És lehet ehhez hozzánézni például azt, hogy ezekhez a legismertebb valutákhoz képest, ugye mi Európában itt ugye ezeket ismerjük leginkább, ugye euró, svájci frank, dollár. És ha ahhoz képest megnézed, hogy a forint mennyit romlott, akkor azt látod, hogy jelentősen.
Tehát látod, hogy mit tudom én, 3 év alatt mondjuk 10, 15, 20 vagy akár még több százalékot romlott a forint. És ugye még egyszer mondom, minden valuta a világban veszít az értékéből. Tehát a dollár, tehát egy dollár, mit tudom én, 100 évvel ezelőtt, az körülbelül annyit ért, mint most 1000 dollár. Érted? Egy dollár. Tehát ami azt jelenti, hogy rendesen romlott az értéke. Érted? És lényeg az, hogy minden valuta romlik, ha mi forintunk még jobban romlik, akkor az azt jelenti, hogy nálunk még nagyobb az infláció. Világos voltam? De a gazdaság a szárnyal. A mesében. Oké? Okay? Ott szárnyal, a mesében szárnyal. Csak nem Európában. Európában nincs gazdasági szárnyalás. Lényeg az, hogy egy olyan ország sincs, ahol gazdasági szárnyalás lenne. Tehát egy se. Na most ez azt jelenti, hogy tudod, mit jelent az infláció? Hát hogyha te neked a jövedelem emelkedésed, azért mondom, hogy vonjuk össze ezt a hármat, a jövedelem emelkedésed nem növekszik infláció fölött, akkor bajba vagy, mert a pénzed vásárló értéke csökkenésben van. Aha, és meddig fog csökkenni? Például most a benzint, hogy állítólag július 1-ig kitolták. Meg az egyéb dolgokat is valószínű kitolják. Kíváncsi voltam, hogy fogják ezeket a dolgokat megoldani, mindegy, kitolták. És lényeg az, és mi lesz utána? Utána is azt gondolt, hogy majd kitolják? Meddig? Hát a környező országokban mindenütt majdnem 2 euró az üzemanyag. Érted? Mindenütt, csak nálunk nem. Nem véletlenül, ugye mindig mi jártunk át a környező országokba tankolni, érted? Most megfordult ez a kocka. Most ők járnak át ide. Szóval, és, de ez csak az üzemanyag. Aha, és mi lesz például azzal, mint vannak olyan országok a környezetünkben, ahol 2-szeresére, 3-szoresára emelték már az energia, a háztartási energiát. Nálunk azért nem emelték, mert ugye energia stop, energia, tehát nem csak benzinár stop van, hanem energiás stop is van. És meddig? Hát szerinted a végtelenségig csinálja? Most gondold végig, egy állam miből csinál olyat, hogy lestoppolja ezeket? Hm? Hát az azt jelenti, hogy megcsinálhatja, az tönkre mennek a benzinkutak. Érted? Megcsinálhatja, hogy az energia árakat blokkolja, és ha nem kompenzálja az energiacégeket, akkor azok is tönkre mennek. Hát most gondold végig, ha egy energiacég drágábban veszi az energiát, mint amennyiért eladja, akkor előbb-utóbb tönkre megy, ha az állam nem kompenzál. Érted? Jó, akkor tételezzük fel, hogy kompenzál. Aha, de miből? Szerinted miből kompenzál az állam? Hát eleve, ha kiszámolod, hogy mennyit fizetnek adóba az emberek, könnyű kiszámolni, mert megnézed, hogy ma mennyi az átlagnyugdíj, megnézed, hogy mennyi az átlagkereset, az átlagkereset duplája folyik be államkasszába átlagosan, nem duplája, tehát még egyszer, tehát ugyanannyi, mint az átlagkereset, folyik be az államkasszába. Érted? Tehát amennyi az átlagkereset, annyi összeg folyik be dolgozónként az államkasszába, mert annyi az adó. Oké? Okay? Világos ez? Ha megnézed a dolgozók létszámát és a nyugdíjasok létszámát,
akkor rájössz arra, és a nyugdíjasok átlag nyugdíját, akkor rájössz arra, hogy körülbelül annyi pénz folyik be, mint amit, tehát adóból, tehát fizetések utáni adóból, annyi folyik be, mint amennyit kifizetnek nyugdíjba. Világos ez? Vagy ha jobban utána számolsz, lehet, hogy kevesebb. Érted? Mármint kevesebb folyik be, mint amit kifizet. Jó, de az államnak jön be jövedéki adó. Hát de miből, ha van benzinástopp? Érted? Jó, cigarettástopp nincsen, abból is jön, meg az alkoholból is jön jövedéki adó. És azon kívül az államnak miből jön még pénz? Hát nagyon gazdálkodni nem gazdálkodik. Még esetleg egy-két másik adó van, aztán kész, kifújt. Tehát gyakorlatilag, ha elkezdesz számolni, akkor rájössz arra, hogy az állam hitelből gazdálkodik. Nem tud másból. Tehát ha például az energia cégeket kompenzálja, akkor azt hitelből kompenzálja. Világos voltam? Ha nem kompenzálja, akkor még többre fognak menni. Érted? És akkor ugye nem mennek tönkre, mert fogják, azt kimennek az országba. És akkor megoldják ezt a kérdést. Érted? Tehát mi, ha ugye egy magáncég tulajdonos azt látja, hogy abban az országban nem éri meg, akkor átköltözök egy másik országba. Érted? Ez így működik. Ezt hívják piacgazdaságnak. Szóval ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden ilyen ügyes húzás, hogy csináljunk benzinástoppot, vagy csináljunk energiastoppot, vagy csináljunk élelmiszerstoppot, ez jó politika. Csak ha megnézettek gazdasági szempontból, és szimpatikus ugye a lakosságnak természetesen, hát hogy ne lenne szimpatikus, de ha megnézed, ezt sokáig nem lehet fenntartani, egy, kettő, adósodhat el az állam, vagy pedig gazdaság csökkentő hatást érvényesít. Érted? Miért? Mert azok a cégek egy idő után fogják azt mondják, hogy lehúzzuk a redőnyt és viszontlátásra. Érted? Tehát magyarul csökkenni fog a gazdaság. Ha csökken a gazdaság, akkor nő a munkanélküliség. Ha nő, és még mi baj van ezzel? Hát csökkennek az állami bevételek. Világos ez? És megnőnek az állami kiadások. Tehát minél több a munkanélküli, annál több az állami kiadás, és annál kevesebb a bevétel. És akkor az emberek újonganak, és azt mondják, hogy jó, de jó nekünk, mert milyen olcsó a benzin másokhoz képest, meg a gázolaj, milyen olcsó az áram, meg a gáz, meg stb., a lakossági áram, meg a gáz a többi országhoz képest, vagy mit tudom, azt mondják, hogy milyen kedvező az egyes élelmiszerek ára a környező országokhoz képest, vagy akár egész Európához képest. És újonganak. Aha. És ha megnézed ennek a gazdasági következményét, tudod mi lesz? Sokkal rosszabb lesz. Tehát ha egy ország eladósodik, akkor annak az országnak fizetni kell azt az adósságot. És miből fizeti? Hát a bevételekből, a lakosság bevételeiből. És ha megnövekedett adósságállomány van, akkor megnövekedett hiteltörlesztése is van az államnak. És azt kitől fogja elvonni? Az országtól. Vagyis az ország lakóitól. Nyilvánvaló? Oké? Szóval az emberek nem látják át ezt a dolgot. De mi a megoldás? Tehát mi lesz a jövő? Tehát ennek következtében mi fog történni? Tehát ami most van Magyarországon, annak egy még nagyobb gazdasági visszaesés
lesz az eredménye, még nagyobb infláció, érted? Még nagyobb pénzromlásod, tehát a bőrödön azt fogod érzékelni, hogy egyre kevesebbet fog érni a pénzed. Világos ez? És mit fogsz csinálni? Van tartalékod? Van 3 évnyi tartalékod? Miért mondtam a 3 évet? Mert ez az egész mizéria, ez mondjuk úgy 3 év lesz. Érted? De ezt a 3 évnyi tartalékot én nem most kezdtem el mondani, hanem már jó ideje. Van? Ha van, akkor oké. Ha nincs, akkor nem kellene azon először is a fejedben gondolkodni, dolgozni, hogy legyen elég pénzed. De az olyan munkával tudnád elérni, hogy legyen elég pénzed, érted? Olyan munkával, ahol a jövedelem az senki mástól nem függ, csak tőled. Érted? Mert most a munkahelyeden nem csak tőled függ a jövedelmed. Tehát ami azt jelenti, hogy esetleg nem jó lenne olyan jövedelem, hogy nem kell többet dolgoznod, és mégis nő a jövedelmed. És akár mondjuk havi szinten mondjuk 10-20-30%-kal nő a jövedelmed. Vagy akár 50-100%-kal. Szerintem nem kell neked, mert nem vezet ezeket igénybe. Tehát nem kell. Na most gondold végig, hogyha van egy mondjuk egy 40%-os infláció, de a jövedelmed emelkedett mondjuk egy év alatt 100%-ot. Azt mondod, hogy kit érdekel a 40%-os infláció. Érted? Vagy nem? Azt mondod, hogy kit érdekel. Tehát nem kellene olyan jövedelmet szerezni, ami havi növekedésben van, érted? És nem kell érte többet dolgozni, hogy növekedjen havonta. Hát lehet különböző fifikás dolgokat kitalálni, csak annak meg az a baja, hogy nem feltétlenül etikus. És ha valamit olyat csinálsz, ami nem etikus, úgyis visszahat rád negatívan. És úgyis vissza fog rád hatni. Ha, mit tudom én, te nem egy szellemi vezető vagy, vagy nem egy sikeres karriert elért ember, vagy nem egy szellemiség, akkor általában nem azonnal kapod meg a problémát, hanem eltolással. Még az is lehet, hogy több évtizedes eltolással. Ha most fiatal vagy, mondjuk most már nem lesz több évtizedes, én csak mondom is olyan példákat, hogy nem jó tette a dolgát. Fiatalként, idős korban meg szenved. Érted? De hát hogyha mondjuk, mit tudom én, most etikátlanságokat követsz el, és mondjuk 3 év múlva kapsz érte büntit, fogod tudni, hogy miért kaptad? Hát legalább azok, akik szellemi vezetők, vagy sikeres emberek, vagy szellemiséggel foglalkozó emberek, azok, ha csinálnak valami etikátlanságot, legalább azonnal kapják a problémát. A többiek nem. És honnan fogod tudni, hogy miért kaptad? Tehát hogy készültél fel arra a jövőre, amit én jósolok 20 éve, érted, hogy lesz? De nem 20 évvel ezelőttre jósoltam, nehogy azt higgyétek, hanem az, hogy be fog következni valamikor a 21. században. És ez bekövetkezett, és megyünk befele abba,
hogy egyre nehezebb lesz az életed, ha nem teszel azért, hogy könnyebb legyen, és hagyományos módon úgy, ahogy eddig élted az életedet, úgy nem fogsz tudni tenni semmit, ahhoz bizony változtatni kell, vagy kellene. És ehhez tudod mi kell? Az, hogy akkor lesz elég pénzed, ha olyan munkád van, amit havi szinten tudod növelni a jövedelmedet, és ehhez, hogy ezt meg tud csinálni, hát bizony magaddal is kell foglalkoznod, nem keveset, mert ugyanis én még nem találkoztam olyan emberrel, beleértve magamat is, aki hibátlan, és ha nem dolgozol azon, hogy a hibáidat kijavítsd, akkor nehéz lesz ez a terület, sőt inkább azt mondom, hogy lehetetlen lesz, tudjátok, a lehetetlen küldetés, ja, lehetetlen küldetés, ja? Akkor lehetetlen küldetést csinálsz, miért? Mert ha ez egy lehetséges küldetés lenne, már megcsináltad volna, érted? Tehát ha nem csináltad meg azt, hogy olyan munkád legyen, ami havi növekedésű, és ezáltal ugye ne érdekeljen az, hogy milyen áremelés van, meg milyen pénzromlás, tehát tudod mi a legjobb élet? Mikor bármilyen probléma van, tudod mit tudsz rá csinálni? Ezt, na az a jó élet, érted? Mikor ezt meg tudod csinálni, hogy bármilyen probléma van, ezt tud csinálni. Érted? Tehát, és még a magadba tudod mondani, kit érdekel. Érted? És ezt látod, hogy így működnek az emberek? Ki van csukva? Ki van csukva? Gondold végig, melyik a jó? Az, hogy szenvedsz, és síratod saját magadat, vagy az, hogy azt mondanád, hogy kit érdekel? Érted? Melyik a jobb? Ha lehet, hogy te szeretsz szenvedni, tudod mit? Ha szeretsz szenvedni, szenvedj, engem nem érdekel. Érted? Oké? Szóval, gondold végig, hogy fogsz élni mondjuk egy-két év múlva? Ha ilyen, már pedig ilyen dolog marad, mert egy ilyen az emberiség, meg itt a nyugat kialakított most egy ilyen lefelé örvénylő spirált, érted? Amiből nincs más kiút, csak az egyének kiútja, érted? Tehát nincs más kiút, társadalmi kiút nincs. Képzeljétek el, tegnap láttam egy dokumentumfilmet, ahol Rómának, a római birodalomról szólt, és Rómáról szólt, hogy Rómában milyen különleges építményeket építettek a római birodalomban. És nem is ez a lényeg, hanem tudod, mi ütötte meg a fülemet? Hogy először a római birodalom királyságként működött, egyébként állítólag a teljes bolygó lakosságának a fele a római birodalomban élt. Na, tehát először királyságként működött a római birodalom, majd köztársaságként, legvégül császárságként. És most e felé megyünk. E felé megyünk. Először királyság volt mindenütt, nézd meg, Európában. Mindenütt nálunk is az volt. Majd jött a demokrácia, köztársaság. Hát mi is köztársaság voltunk, emlékezzetek. Magyar köztársaság, úgy hívták. És most szépen haladunk a császárság felé. Tudod, mi a császárság? Diktatúra. Most az egész Európa, egész világszinten, nem csak Európa, világszinten halad a diktatúra. Ugyanazt
írjuk le, mint a Római Birodalom. És mi lett a Római Birodalom vége? Megbukott az egész, úgy ahogy van, szétesett darabokra, érted? És mi lett belőle? Halál, káosz és halál, érted? Rengetegen belehaltak a birodalom szétesésébe, rengetegen belehaltak. Hát most gondoljátok végig, hát Róma, Rómának az a területe, az 20 négyzetkilométer volt, és azon a 20 négyzetkilométeren négyszer annyi volt a lakosságnak a sűrűsége, mint most Rómában, érted? Tehát a sűrűségéről beszéltem, tehát sokkal kisebb területen volt Róma, mint most, tehát nem a birodalomról beszélek, hanem a Rómáról, és négyszeres volt az a egy négyzetméter első lakosok száma, érted? És utána hova lettek az emberek? Meghaltak a nagy része, világos ez? Tehát a diktatúrának mindig halál a vége, érted? Sok ember halála. Mikor a diktatúra szétesik, akkor mit tudom én, háborúskodás, betegségek, éhehalás, érted? Ez a következmény. És most mire törekednek? Hát most idézél be a császárság felé. Csak most világhatalmat akarnak. Tehát azt akarják, hogy egy család uralkodjon a bolygón. Érted? Sőt, annak az egy családnak az első számú tagja, így van. Uralkodjon a bolygón. Tehát ezt mondhatjuk, hogy világcsászárság. Ott is, a Római Birodalomban a császár bármit megtehetett, érted? Bármit, amit akart, azt csinált. Tehát teljes önkényuralma volt. És pont ezt akarják világszinten. Nem tudom, hogy mennyire tudják ezt megvalósítani, mert az érvel szemben van ám ellenállás rendesen, de ez a törekvés. De mi van, ha megcsinálják az EU-ba? Te pedig EU tag vagy. Hm? Akkor mit csinálsz? Érted? Mit csinálsz, hogyha itt bevezetik a teljes önként, érted? Nem Magyarországon, az EU-ban. Érted? Mit csinálsz? Ah, és akinek nincs rá pénze? Az mit csinál? Az mit csinál? Most gondold végig, ha azt mondod, hogy neked a vagyonod, mint a legtöbb embernek, a saját ingatlanja. Az a vagyona. Aha. És ha sok ember el akarja az ingatlant adni, és kevés a vevő, akkor mit csinálsz az ingatlanoddal? Hát ott hagyod, így van. Mint amit most az ukránok csináltak. Fogták, azt ott hagytak csapott papot. Érted? És akkor mit érsz a vagyonoddal? Hát mondhatjuk azt, hogy kitörölheted vele a sejhajodat. Érted? Világos? És ez nagyon igaz a magyarokra, mert a magyaroknak olyan a gondolkodásuk, hogy az én vagyonom az az ingatlanom. Sőt, van akinek ingatlan befektetései vannak. Érted? Hogy több ingatlant vásárolt, és hogy legyen neki több, még abból is bevétele. Aha. És hogy adod el, ha el kell menni? Vagy élj egy császárságban, semmi gond nincs. Érted? Hát ott is voltak, akiknek jó volt, tudod? Hát akik nyalták a császárnak a hátsóját, tudod? Azok, persze. De az nem az egész lakosság volt. Aki közel volt hozzá. Hát így van, azt tudta nyalni, aki közel volt hozzá, így van. Csak ugye megnézed ezt,
ezzel is van egy kis gond. A történelem, én imádtam, imádom a történelmet, imádtam gyerekkoromtól, jó volt a történelem tanár, és megnézed azt, hogy ahol diktatúrák voltak, hányszor nyírtak ki, tehát az, aki a diktátor volt, hány olyan embert nyírt ki, aki kezdetben az ő embere volt? Érted? Így van, Sztálin, de Rákositól kezdve minden. Hát nézd meg, Rákosi is a izét, a, hogy hívják, akiről utcát is neveztek el. Balcsi Zilinszkit, vagy nem tudom, kit írt ki, meg stb. Stb. Ja, persze. Tehát ugyanaz, itt nálunk is sorban nyírták a sorstársaikat, érted? Azokat, akikkel együtt meneteltek. Érted? És ez mindenütt ez van, hogy a diktátor előbb-utóbb félelmében sorba kinyírja a saját embereit is. Hát nézd meg, ugyanezt csinálta Hitler is. Az is nyírta a saját embereit is. A legjobb hadvezérét is kinyírta. Szóval lényeg az, hogy lehet ilyenné válni, hogy majd valahogy majd nyalsz. Érted? De honnan tudod, hogy mikor kerül majd rád a sor? Oké? Szóval egy ismétlődést láthat az ember. És az emberek arra számítanak, hogy visszarendeződés lesz. Na most szeretném ebben kapcsolatban mondani, hogy lenne visszarendeződés, amikor megnézed 2001-től, mikor a tornyot lerombolták. Onnan, szeptember 11, onnantól a kamerák száma, amit a világon felszereltek, az legalább meg 10 000 szeresedett, vagy 100 000 szeresedett, érted? Tehát minek vannak mindenütt kamerák, ha nem akarnak mindenkit kontrollálni? Minek kell neked, mit tudom én, lassan nem tudsz úgy fölmenni a netre, érted, hogy ne tudják, hogy honnan mész föl a netre. Ezt most vezetik be egyébként, hogy itt Magyarországon is, hogy lassan nem tudsz úgy fölmenni a netre, hogy ne tudnák, hogy honnan mész föl, tehát hogy hol vagy éppen. Miért kell tudni, ha nem a diktatúra felé megyünk? Miért kell tudni? Megnézzük, itt van például az 5G. Minek 10 000-es internetsebesség egy átlagos állampolgárnak? Minek? Nem tök mindegy, hogy egy filmet néz 10 000 internetsebességével, simán nézi, vagy le akar tölteni egy filmet, és letölti 5 perc alatt, vagy fél perc alatt. Nem tök mindegy. Vagy nem ér rá abban 4,5 percben, hogy megvárja, hogy letöltődjön? Minek? Nem azért kell az 5G, hanem azért, hogy hatalmas adatforgalmat tudjanak csinálni rajta, ami azt jelenti, nem a lakosság, hanem a lakosság ellenőrzése igényel nagy adatforgalmat. Világos ez? Lásd már, római birodalomban élünk, római birodalom 2, érted? Most megyünk át a demokráciából a diktatúrában ebben a 2 évben, és úgy vezették be, hogy Covid. Világos ez? Ha ezt te nem látod, te vak vagy. És úgy kezdték el bevezetni, hogy Covid. Oké? És szépen azt csinálják, hogy megyünk át a teljes diktatúra az önkényuralom felé. Ahol, ugye a római birodalomban hogy volt? Hát úgy volt, hogy voltak a provinciák, és ott voltak a provinciáknak a vezetői, aki most nem jut eszembe, például a
Nem a konzul, nem, hanem például ilyen volt, aki megölette Jézust. Helytartó. Így van, köszönöm szépen. Helytartó volt. Így van. És akkor vannak ugye a provinciák, ugye most a provinciák lennének az országok, de ezt már ugye régebben is mondtam, emlékeztek. Jó pár évvel ezelőtt, még a Covid elején. A provinciák lennének, érted? És akkor a mostani kormányfők azok a helytartók, ha most a római birodalomhoz hasonlítanak, de a helytartónak van valami hatalma ott, de akkor is a császár van fölötte, érted? Akkor is a birodalomnak a törvényei érvényesek, persze ő kiskirályhakkodhat egy kicsit, még azon felül lehet még szigorúbb, mint a birodalmi törvények, érted? Enyhébb nem, csak szigorúbb, érted? A birodalmi törvényeknél nem lehet enyhébb, csak szigorúbb. És akkor megyünk szépen e felé. Nem látod át? És hogy fogod ezeket a dolgokat túlélni? Ja, hát majd lesz valahogy. Eddig is volt valahogy, ezután is lesz. Jó. Van valami terved arra, hogyha ha tényleg lesz itt diktatúra, akkor mit csinálsz? Te diktatúrába akarsz élni? Tehát ez a diktatúra sokkal durvább lesz, mint a kádári diktatúra. A kádári diktatúra, én azt éltem meg, ez azaz képest egy üdítő dolog volt, érted? Hát jobb volt a kádári diktatúra, mint amiben most élünk. Hát sokkal jobb volt. Pedig ti nem ezt tanultátok fiatalként, az biztos. Érted? Hát eleve hol volt ilyen kizsákmányolás, mint ami most van? Sehol. Hol? Sehol. Jó, nem a Rákosi időszakról beszélek, mert ott tényleg volt. Ott az tényleg kemény diktatúra volt. Nem a Kádáriról beszélek, mert az is diktatúra volt. De az egy lájtos diktatúra volt a mostanihoz képest. Hát most komolyabb diktatúra van, mint akkor. Hát gondold végig, hogy gyakorlatilag a média teljes egészében itt Magyarországon az a kormány által támogató, vagy a kormányt támogató oligarchának a kezében van. Érted? Teljes egészében. Tehát akik támogatják a kormányt, mert valószínűleg a kormánytól kapnak pályázatok útján komoly lóvékat, munkát és komoly lóvékat, érted ezáltal? És akkor azok kezében van, ugye gyakorlatilag a médiának a 80 vagy 90%-a. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a médiában nincs ellenzék, érted? Van ellenzék, az a 10-20%, csak annak a nézettsége sehol nincs a többihez képest. Tehát ez nem diktatúra? Hogy gyakorlatilag azért nincs szólásszabadság, mert nem tud megjelenni. Érted? Mert nem, nincs olyan média, ahol megjelenjen. Vagy ha megjelen, akkor alig látja valaki. Érted? Hát ez nem szólásszabadság. Szóval egy csodálatos világban élünk. És mi lesz veled? Tehát itt van ez a három dolog, akkor lesz elég pénzed, ha olyan munkád van, de nem fogsz tudni, nem tudod elérni azt, hogy elég pénzed legyen a munkád révén sem, ha nem fejleszted önmagadat. És azt önmagadtól úgyse fogod tudni. Ezt én garantálom. Ha meg elmész különböző képzésekre, a gatyádat oda fizeted az olyan képzésekre, ami használ is. Oké? A gatyádat oda fogod fizetni. És itt van egy szervezet, amely tud neked abban segíteni, hogy legyen olyan tudásod, és ezáltal legyen olyan munkád, és ezáltal legyen olyan pénzed, legyen annyi pénzed, hogy megold a jövődet. Csak minél hamarabb kellene lépned, mert rövidül az idő. És akkor menjünk itt egy kicsit vissza. Tehát nem azért csináljuk,
hogy áthidaljuk ezt a helyzetet, nem ezért csináljuk. Tehát ez a helyzet most azért van, ami van, hogy az embereket gyakorlatilag olyan anyagi helyzetbe, olyan helyzetbe kell hozni, hogy vagy azt mondják, hogy belehalok, vagy hol a kiút. Érted? És ez most egy ilyen világ. Felé megyünk. Még nem ez a világ, mert még ugye nem nyomja eléggé a szöge az embereket. Majd fogja hamarosan, ne aggódjatok, én nem aggódok. Jó, szóval aranykornak kellene lenni. Mert azért vagyunk itt a bolygón, hogy visszatérhessünk a fenti létformába. És ahhoz kell egy átmeneti korszak, az aranykor. És azt nem az egész emberiség fogja megélni. Voltak olyan társadalmak, akik följutottak az aranykorba, illetve a felső létformában, nem az aranykorban, mert aranykori társadalomban éltek, például az inkák. És akkor mikor mondják, hogy az ilyen áldozatokat hoztak az inkák, emberáldozatot, meg állatáldozatot, meg ilyen baromságokat, és akkor azt mondom, ezek olyan hülyék, mint a hat pár rendőrcsizma kifordítva, érted? Tehát az inka társadalom nagy része az felkerült egy felső létformába, fogták, azt elvitték őket, érted? Azért tűntek el, persze. Így van. Hát ugye, de miért kerülhettek oda föl? Hát nagyon egyszerű. Hát azért, mert aranykor szinten éltek. Érted? Aranykor szinten éltek. Éppen láttam egy másik dokumentumfilmet, ugye a perui, hogy hívják? A városról, a fönt a hegyen. Nem. Fönt a hegyen az a, hogy ahol a, egyszer nem tudják még most se, hogy hogy a Manóba tudták azt úgy megcsinálni, ott fönt Perúban. Hogy hívják? Igen, fönt 2100 méter magasan. Így van. Hogy tudták megcsinálni azt ott? Hát ugye próbálják valahogy modellezni, de technikailag hogy tudták megcsinálni, azt nem tudják. Tehát azt, hogy megcsinálták, meg hogy csinálták, meg azt tudják, csak hogy technikailag hogy kivételezték, azt nem tudják. A mai napig sem, ez volt a tegnapi dokumentumfilmben, hogy hívják Perúba azt a várost? Na mindegy, majd eszembe jut. És lényeg az, hogy gondold végig, hogy fogták és egy egész társadalmat fölvittek, azokat, akik megérdemelték. Hát gondold végig, ott volt például ez a város, és gyakorlatilag eltűnt a lakossága, érted? De olyan fejlettségi szinten működtek, hogy mondom, a mai technikai viszonyok miatt, viszonyokban sem tudnák azt megcsinálni. Érted? Tehát elméletben meg tudják csinálni, csak fizikailag nem. Tehát ami annyit jelent, hogy az aranykor társadalma, ott nincs etikátlanság. Érted? Ott nincs etikátlanság. Tehát olyan embereket visznek föl a fenti létformába, akikről tudják, hogy az etikát betartják. És mi azért csináljuk, hogy az emberek visszakerülhessenek oda, ahonnan jöttek, a fenti létformából jött minden ember, és hogy oda visszakerülhessen a fenti létformába. De ha megnézzük, hogy ez mit jelent, ez azt jelenti, hogy kaptál egy utolsó esélyt a szellem és lelki fejlődésre. Ami azt jelenti, hogy aki nem fog szellemileg és lelkileg fejlődni, az ezen a bolygón nem fog túlélni. És erre a bolygóra még nem is inkarnálódhat. Oké? Ez tényleg utolsó esély, és én ezt látom 12 éve, hogy az emberek utolsó esélyként kapják. Ami azt jelenti, hogy nem kapsz más esélyt. Világos ez? Nincs más esély. Van egy esély a szellem és lelki fejlődésre, ezt úgy hívják, hogy PPA vagy Nyílt Akadémia.
PPA hozta létre a Nyílt Akadémiát, érted? A PPA-t meg én hoztam létre, jó? Ez ennyi. És ez nem utopisztikus gondolkodás, hanem én ezt 12 éve meggyőződtem. Tehát például most egy nem egész 40 éves ember decemberben abba hagyta a képzést, márciusban meghalt. Érted? Fogták, kivonták az élők sorából. Ennyi. Megkapta az utolsó esélyt, nem élt vele, puf, kivonták. Ennyi. Nem vicc, ez komoly. És ugye egy csomó olyan halálesetet látok, akik nem élnek a lehetőséggel, az egyszer csak belehalnak. Érted? Tehát így váratlanul, hopp, meghalnak. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy kivonták őket. Ugye mert kétféleképpen lehet meghalni, vagy úgy, hogy kivonnak, vagy úgy, hogy hagyják, hogy szenvedj. Érted? Hát gondold végig, melyik a jobb. Jó? Egyik se. Egyik se ideális. Hát gondold végig, valaki idő előtt ki van vonva, még élni javában az életét, azt a pap, azt mondják, hogy minek élsz? Ezt kivonják. Vagy ugye a másikat meg hagyják, hogy hadd szenvedjen. No. Tehát itt van egy lehetőség, élj vele. Ha nem élsz vele, én szóltam, jó? Szóltam előre, de amikor bekövetkeznek azok a dolgok, ahol jön rád a szenvedés, akkor utána ne csodálkozz, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, tartunk 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!